Trumpetre újdonságok. 148-as F-106-os Delta Dart, hát ezt már lehet kapni. Nem, már láttam a boltban. 1135-ös Dauphin. Ez valami helikopter. Zvezda IL-62-es 144-be. Ah, és van még egy trumpeter. Itt van ez a legújabb. Ez már lehet kapni a boltban. A MiG-21 UM. A magyar felséggel nincs hozzá. Orosz van, lengyel, meg valami líbiai, meg cseh, ami a dobozon van. Aztán... Hobby boss, ez nem tudom micsoda. Rakéta hordozó, nem tudom mi ez van. 9K714 oka. Nem tudom mi ez van. AFV klub. Matador teherautó valószínűleg. Dragontól. Valami szaladin pációtóról beszélnek. Csak sehol nem küldi, hogy hol. Hát ezt én sem láttam. Abban a boltban vannak dragonok. De abban azt a dovoltot nem szabad reklámoznom, ahol dragonok vannak, mert erre nem kaptam felhatalmazást a menedzseremtől. De az a lényeg, hogy ott se láttam ezt a szaladin. Pedig ott minden új dragon meg szokott lenni. Hogy erre gondoltak, ez egy ős Tamiya, valamikor ezt Tamiya kiadta már, amikor a 70-es években. Hogy erre gondoltak-e. Még ezt se láttam soha. Soha nem találkoztam vele. Megint egy tigris valami, Ciberittel. Aztán Panther FL 100-as, egy lövegéris Hummel Vespe is. Aztán valamilyen Abrams változat megint. Akadémi, M36-os és M10-es. Az M10-es azt szerintem Dragon volt valamikor. Nem tudom. Nekem valami ital egy dobozban van meg. M36-os nem láttam. Csak valami ős Tamiya. M36-os én a IFV klubnak a katalógusában láttam. Amusink hobbi. Kangregor harckocsi, nem tudom mi az. Az ICM egy korai T-34-es per 76-os tart ki, 1943-as változat. Roden 172-es, Vomag busz, Alvádra épített 88 méteres plak. Eduard profilak csomagolásba hoztak a Taska M4 A1 Sherman harckocsiáját saját maratással. És új matriz alappal. Az Italeritől 1.35-ben a Vosper MTB 74-es jelent meg. Ez egy korábbi változat. Valószínűleg, mert nekem az MTB 77-es van, amit mutattam a itali történetébe. Akkor itt Armour, két valami Land Rover, és a Balaton modell, valami M10Z traktor. Autók, Hasegawa, Oldtimer sorozat, Toyota Celicia. Hát én nem tudom mi az Oldtimer ebben, na mindegy. Egy a 12-es versenymotor, valamilyen Honda, Fujimi 1.20-as,
Forma 1-es. 1.24-es kamion. Studi BMW Z4 GT3. Ezeket aztán nem tudom micsodák. Aoshima, Daihatsu, Mitsubishi Pajero. Aztán a McLarennek valami F1 GTR-je, Tamiya, Rally autó, vagy Rally, nem tudom. 2013-as Rally Challenge, Gazoo Racing TR, nem tudom mik ezek. Amerikaiaknál AMT RT-rel. 1.16-os Ford Mustang, MPC 1.25-ös Chevy Pepsi Chevelle, és azt írja, hogy a Heller is újra feltűnt, valami Renault 4L-es autó, mire talán nincs ideíró. Aztán figurák, Stormberger, brit vörös katona, vörös kabátos katona a napoleoni háború idején. Remek. Marilyn Monroe portéja. Az már valami múltkor is volt egy Marilyn Monroe, ezt nem tudom. Mitch's Military Models. A brit sas tagjait volutatja föl. Jó Alexandros. Muré tábornok, nem tudom ki a frászot. Alfie Miniatures, Don Collier őrmester, Brad Pitt szobrát, illetve Mel szobrát mintázta meg. De Fusilier, indiai lovas, Best Soldiers, keresztes háborúknak a katonái. Tartár Miniatures, szintén egy 14. századi lovag. Assault Models, amerikai mesterlövész. AMT Miniatures, vietnámi háborús, amerikai mesterlövész mellett. Orosz és ukrán harcosok. Stalingrad Model. Polgári menekültek és téli szovjet harcosok. Hát ennyi a újdonságrovat. És akkor nézzük a két argentin, a Skyhawk és a Dodger. Most nem tudom, miért hívják Dodgernek, ez egy ez valamilyen mirás szerintem. Na mindegy. Részletfotók. És itt van a mirás. Egy oldal, ahogy férke, nem tudom, mutatom messzebbről talán. Futómű alvá részek. És aztán fórum. Schumpeter. 1.35-ös, 2S3-as, 152 mm-es rohamlöveg. Ez késői változat.
Ja, 11. 172-es RS modell. Aztán fórum. Szovjet. 152 mm-es. Rohamlöveg. Trumpeter 1.35-ös. Ez a késői változat. Aztán Jak 11-es. 172-es. RS modell. Ez cseh. Egyébként az Jak 11-est ígérte az olasz Mikr-Mir cég is. Melyik jön ki előbb, nem tudom. Aztán egy harckocsizó, harckocsi vezető a Ansaldóhoz. Aztán Marmon Harrington, valami angol páncélkocsi, soha nem láttam, az IBG modellt adta ki. És a Kózávodi 172-es, a Avia S-199-es, a Messernek a háború utáni gyártott változata, amit a csehek használtak. Ez már, ez újabb változat, illetve új kiadás, ez nem a régi Kózávodi. Aztán itt van ez a Aladó 196-os Ford, szintén cseh. Hát, ezt már kiadta az Airfix is, meg a Heller is most. Elágott csontot nem tudom, miért kell kiadni, valami értelmes eszükbe juthatott volna. Van annyi modell, amikor senki nem adott ki. Se 72, se 48-ba. Én tudok vagy 12-t felsorolni. Aztán még egy harckocsizó magyar. Aztán X5-ös profipak, Eduard, 172-es. És itt a Blenheim MK1-es, az Airfix. Hát ez már, szerintem a szeptemberben vettem már, meg ez megvan. Ír valamit, hogy ez nem oké, meg az nem oké. Azt írja, hogy a kerekek túl defektesek. Hát ez egyáltalán nem állja meg a valóságot. Mindjárt mutatom. Erre gondolt. Itt van a fotó. Szerintem elég jó, nincs ezzel semmi baj. Ülések, váza, vaskos, hát 172 nem lehet vékonyabbra csinálni. Motorburkolatoknál valami csökevényről beszélni, ezt nem tudom miről. Valami motorburkolatokról beszél a gondolák kiadásánál. És ez azt írja, hogy ez pulposabb a keleténél. Hát igen, ez nekem is feltűnt. Ebben viszont igaza van. Ez. Ez tényleg elég furcsa. Hát azért szerintem ennél jobbat nem adott ki senki, és nem is fog. Ezt még valamikor a Frog gyártotta. 142 alkatrész az már elég sok. Elegendő.
és a, egy angol és egy izématizom hozzá román, amit záros időn belül el fogok tüntetni. Ezt itt tesz. Nem nagyon szeretem ezt a... De most kommentárt nem fűzök hozzá, hogy miért. Inkább egy jugoszláv fejességet adhatott volna hozzá, vagy törököt. Törökök is kaptak belőle. Aztán... Diamond Tail Auto, a Mirror Models, hát ezt már láttam valahol. És itt van ez a Dragon. M48-as harckocsi amerikai. Hát erre sem emlékszem abba a boltba, most nem tudom, amit mondtam. Azt a Delfin 144-be. Megint egy Spitfire AZ modell. 72-es. Trumpeter 144-es. Su-27-es. És AZ modell, szintén 72. Vulte SNV-1B Weiland Vibrator. Mert se van túlismert amerikai gép. Tudom. És itt van a HR modell, szintén cseh, egy Phoenix C1-es, 72-es. Az osztrák-magyar monarchiában használták. Nem tudom, hogy magyarok kaptak ebből. Van hozzá. Tehát osztrák-magyar batica, aztán van tanácsköztársasági batica is van, és svéd batica is van hozzá. És itt van ez a szovjet páncélod 172-es hobby boss. Ezt már rég el lehet kapni a boltba. Hopp, nem kell. Semmi mutatott. Kiegészítők. Bantam BRC 40, nem tudom mi az. Fogalmam sincs. F16-os vagy valami. Eduard. Maratás. Tiger modhoz. Nem is emlékszem rá. Ja, ért fix ez van. 172-es, igen. Aztán... Stifelter ez is. 148-as. Mindenféle rakéták. Póttartályok. Ez fölcsöntött alkatrészek. Aztán Harrier, ez kerekek. P40-es. Hát én nem tudom, ez a kerék sokkal, nem, egyáltalán nem szebb, mint az Airfix kerekek. Nem tudom, mire jó ez. Nekem megvan a kis Airfix P40-es.
aztán Airfix-hez való Lynx helikopterhez valatás. X-21-eshez 48-as